Családjával együtt érkezett Rátóti Zoltán a Gimnázium Öreg Diák Egyesületének meghívására. A Jászai díjas érdemes művészt mindenki nagy szeretettel fogadta. A színésszel Koltói Ádám beszélgetett. Szóba került a gyermekkor, a szülőktől örökölt szívósság és a munkabírás is. A munka értékét azt megtanulta. Rátóti Zoltán 1974 és 78 között járt a Kossuth gimnáziumba. Mint mondta, fantasztikus érzés újra visszajönni egykori alma máterébe, hiszen élete legnagyszerűbb 4 évét töltötte itt. A foci pályára nézek itt ki az ablakon, akkor az a sok röhögés, meg idétlenkedés, amit tornaórákon. Én nem tudtam jól focizni, úgyhogy mindig a kis pályán játszottunk, és viszont nagyon jól éreztük magunkat többek között most itt. De bárhova nézek, bármelyik folyosóra, tudom, hogy akkor még gázkonvektorok voltak, hogy itt írtuk szünetbe egymás leckét, másoltuk, hogyha nem készültünk. Ez a rengeteg plusz a fordított napi diákdíri választások, a tablók, és hát persze a tanárok, azok az egyéniségek, akik nélkül, vagy akik hivatástudata nélkül nem lennék az, aki ma vagyok, ebbe biztos vagyok. A Ceglédi Gimnázium tanáraitól felbecsülhetetlen útravalót kapott, mondta. Rátóti Zoltán könnyes szemmel beszélt Velkei Imre tanárúról. Mint fogalmazott, neki köszönheti, hogy színész lett. Ahogy az idő telik, egyre igazabbak és egyre mélyebbek lesznek ezek az érzések. Biztos vagyok benne, hogy nem lettem volna színész, hogyha Imre bácsi nem áll mögöttem. A színész beszélt pályájáról, munkáiról, a sikerekről és élete nehéz pillanatairól is. Megszámlálhatatlan színházi és filmes szerepe kapcsán országos ismertséget szerzett. Jelenleg ismét a Nemzeti Színház tagjaként áll színpadra. Volt 3 bemutatom, 2 a Nemzetiben, egy pedig egy belvárosi kis magánszínházban. Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas és egymástól teljesen elütő szerepek. Úgyhogy ez úgymond a fővárosi színházba, a Nemzetihez való visszatérésem után első olyan tartalmas évad, amikor több bemutatóm is volt. Rátóti Zoltán sajnos csak nagyon ritkán látogat haza mostanában Ceglédre, viszont amikor tud, mindig nagy örömmel jön. Az Öreg Diák Egyesület programján dalokkal és megzenésített versekkel kedveskedett a résztvevőknek.